Sziasztok, megérkeztünk Püspök Ladány Citybe, és a következő videó tárgya az majd a Titánsz Múzeum lesz, ami reményeim szerint a következő utcán kell lemenni, és ott van. Úgyhogy én majd innen fogok bejelentkezni. Viszont kibaszott meleg van. Hát azt tudom, hát majd sokatfokú hőségriadó van, de már úgy, hogy nagyjából egész héten. És ilyen Dombrádi PFT tevékenységből jövök. Úgyhogy... Akkor aztán még egy utcát menni kell, de hamarosan ott vagyunk. Ja, és akkor Titánsz Múzeum, bejárat, és akkor itt van Mazsó István. Sziasztok! Akinek ezúttal is köszönöm a meghívását. Hát igazán. És a kamarosan akkor egy körbevezetést tesz majd. Igen. Vagy eszközölünk is. És sugárveszély itt a tábla is. Igen. 2,5 kilométeres körzetben, az ott az a vasútállomásig eltart. Rálátási határ. Ó, postabank az postabank, is. Az is meg micsoda lehet, de fogunk még ilyet találni biztosan. Igen, igen. Igen, ezt a bakarit levesztek, tök kiszúrtam, mégben sem. Úgyhogy csak közben így szerintem, hogy a hatalma, hogy a hőségriadó van, és van majd 40 fok, úgyhogy mire idejöttünk, megaszalódtunk egy kicsit. Na, csak egy kicsit. Jó, köszönjük. Akkor ezek itt ilyen porcelán szigetelők, ezek ilyen ismerősek, igen, hogy igen. Kis feszültség, nagy feszültség, mindenféle. Ezek amik a villanypózlákon vannak szigetelő anyagok. Így van. És ilyen a Galileo szigetelők azok, amik nagy feszültség. A sima szigetelők meg a kisebb feszültségek. De nem, hát ilyeneket adnak a villanypóznákra, ez a normál 400, meg 230 volt. Ezek telefonszigetelők egyébként. Ja, ez a telefonpóznán, ami van? Igen, igen, igen. Sőt, még azt hiszem ez a kettő is, csak ez kint Romániában volt. Ja, viszont ezt, ami tegnap is ezért Dombrádon láttunk, a beakhangszóló. Így van. Bizony, ez a sajtreszelős a beakhangszóló, tökéletes. Hát ezzel mondjuk majd meg a Dombrádig ezzel a kisvasútjalapon a hangosítást. Ilyenekkel. Igen. Úgyhogy ezt ismerjük. Rákosi tölcsidet van esetleg? Még az a másik klasszikus hangosítós. Az nincs sajnos még. És ott viszont a villanyórák. Na, így van. Van. Itt vannak a fogyasztásmérők, táblaműszerek vannak fent. Lagzi Lajcsi nem fogja ezt a videót nézni. De ilyen fekete van az villanyóránk, az nekünk ez volt sokáig. Igen. Békésen, ahol valahelyezik, költöztünk Kertvárosból, uh-huh. Ilyen volt ez a fekete, ezt egyszer elcserélték arra az átlátszó fajtára, és amikor napelemet rakadtunk fel, akkor meg, akkor cserélték a digitálisra. A digitálisra, így van. De ezek a lámpabúdák is. Igen, így sok elemény. Ismerősek. És ebben viszont van olyan, amelyik nem törik össze, hanem ilyen pattogós. Nem tudom, hogy tudsz mondani? Műanyag búra az már, igen, igen. Nem, amikor elsős kollégista voltam, csak azért adom, hogy akkor megszivattak egyszer egy ilyennel, vagy legalábbis engem nem, de a szobatársait, igen, hogy bejöttek a felsőbb évesek, és bedobták a szobába, és ők kapkodtak utána, és nekem ez nem törik össze. Akkor kipróbáltam, nem is az én szobában, a szomszéd szobában csinálták, vagy ők is kipróbálták, hát az nem törik össze, fogta, föltöz, vágta, apróra. Az nem olyan volt. Op, és amit még én szeretett, az iskola rádiós Tesla hangszóló. Így van. Az a suli rádió, tipikus. Igen, igen. Az igen, ilyen volt a suliba. Uh-huh. 100 voltos hangosítás. 100 voltos, így van. Ami 2012-ben ott van nálunk Békés Csabán, ugye még ugyanígy ezek voltak. Ja, van esetleg még valami, amit nem vettem észre, de úgy érdekes lelet. Hát, tudom. Itt a kábelek esetleg. Hát igen, ezek a klasszikus üzéltő kapcsolók. Így van, így van. Gyárban lévő ezek. Ez egy földkábel, 240-es. Ez még nem a nagy fesz, és így néz ki egy villanyóda belülről bújtalat nélkül. Igen, egy háromfázisú fogyasztásmérő. Tehát itt lehet huncutkodni, hogyha itt ezt a kereket próbálod lefogni, vagy hogy lassabban forogjon, mert ez a... Ez viszont már 20 kilovoltos kábel. Hoppá, tass csak. Ne fogdosd meg, buszt. Hát most is bekötve. Ja, de ez a középfeszültség. Igen, a középfesz. Semmi, akkor nézzük még elejébe is. A klasszikus konnektorok, de tényleg ezek a szocialista. Ilyen zöld konnektor mindenházban volt. Még ilyen is, 70-es, 80-as években, még amikor nem volt földelve. Olvadó biztosíték, szerintem még az is. Igen. Ez a kis megszakító, ez is ismerős, és ezzel meg lehet azt csinálni, hogyha kiposzkoltad, akkor nem oldott le. Igen. Igen, ezeknél aztán nem működött. Így van. Igen.
Meg ez a retro csengő, szerintem ilyenünk van valahol nekünk is, ez a régi klasszikus. Az a fadobozos óra, az pedig egy bekicsengető lenne. Egyébként... A iskolákban használták ezt? Igen. És a különböző villanyódások, hogy további megmutatni mindegyiket. Az pedig egy fél elé, ott a szélesebb. Így, az ennyikás, igen. De ezek is a régi szockó kapcsolók, meg kötődobozok. Igen, ez már inkább az ipari felhasználás. Hát ez is, hát ez mindenhol volt ez ilyen. Ez a kültéri villanykapcsoló. Ez. Mindenhol, a nagyszülőknél csak ilyenek voltak a melléképületben. meg ez a fajta lámpa, ez az összes lépcsőházban ilyen volt, amíg a panelokban. Igen. Sok helyen még lehet vele velük találni. Na, biztos, hát a működik nem cserélik le mindenhol. Hát. De ezek a ganz villanyólák, és ilyen van egyébként a Samuba is. Mm. Ott mérték a fogyasztást, hogy a vezetőfülkében a mozdonyban van két ilyen villanyóla, ahol a mennyi áramot vesz fel, ilyennel mérik. Hát az is ganz gyártmány. És ez itt... Az egy érintésvédelmi műszer. Egy német cucc. Mm. Ja, ez nem multiméter? Ezek? Igen, igazából annak azoknak az elődjei, hogy volt ampermérés, ellenállásmérés. Igen, ezek már ismerősebbek ilyenekkel, még középiskolában, elektróban is dolgozni kellett. Hát ezzel megmutatták, hogy működik, hogy feszültséget mérni vele. Igen. De ezt megnézzük, van ott pótlunk. Ha nem jó, van ott, akkor meg a ja, igen, de hát azt még nem mondtuk, hogy te kis vasutat is építesz itt a Gerdán, de majd azért megnézzük azt is, hogy milyen állapotban van. És meg egy ilyen utcai lámpa. Igen. A Monoeco. Ezek a nagyobb kandelábenek. Igen. Van itt nagyobb is. Ez meg egy ekrántábla, nem? Ez az állami biztosító. Így van, annak a... Aha, és itt van, ezek viszont az utcai lámpák. Rengeteg ismerős ezek közül, mert ugye sokáig voltak ilyenek nálunk is vidéken, de nem cserélték mindent ledesre, addig ilyenek voltak. Ez azért hatalmasak így, amikor itt nézed a villanypózat, tehát ilyen, akkor nem tűnik ilyen nagynak. De tényleg, ezek ilyen főutak mentén, ezek a nagy kandelábelek. Ja, meg hát itt látszik is, hogy... Igen. Igen, ezek ilyen itteni képek. Itt vannak fent, az mind a alatt lévő képábrázolja. Ezek itt ladányba mentettem meg őket. Na először ilyen lecserélték el nálunk az utcába békésen is a lámpákat, aztán ezt cserélték le ledesre. Igen. Előtte ilyen kör alakú volt. Ez annyiból érdekes, hogy ez pont itt előttem volt feltéve. Ja, ez itt van tényleg ez, igen. Ez itt volt előtte, tehát nem jött messzire. Mennyire titkos a cím, hogy hol van, mert most így látszik, de ha így kezemben eltakarom, és majd idestől veszem legközelebb, akkor lesz. Nem, nyugodtan. Nem ment messzire, csak beköltözött. Igen. Legalább nem kellett a színen hozni. Ezek a belevalók? Igen. Hát itt különböző ipari fényforrások, ugye fémhalogén, HMLi. Ja, ezek meg a... Előtétek. Na, ezek is ismerősek. Ezek van már ledes is. Igen, van már. Ezek a higany gőzök, amíg ilyen sárgás színű fénnyel világítanak. Nem, a higany gőz az fehér, a sárga az nátrium. Már az a főutakon szokott ilyen, azért ilyen sárga lenni. Nátrium lámpa, igen. Ja, ez a hagyományos neon, ez az iskolai tantermek körülbelül. Ezek a neon csövek. Ja, ez nagyon ilyen volt azért régebben nálunk. Tudom, azért nálunk az utcánkban ilyenek voltak. A kis 80-os. Aztán ezt sem érték ki ledesre. Sőt, először úgy csinálták, hogy minden második póznáról leszerelték, így ahogy mi házunk előtt is leszerelték. Minden második póznán hagyták csak meg, és kicserélték, nem ilyen takarékosabbra. Ja. Aztán most kicserélték ledesre, de minden póznára tettek. Ismét. Na, igen, szintén neon. Így van. Ráadásul a vasút beszerelt. És ez egy vasúti lámpa? Igen. Ez olyan ismerős, ezt... Ott is van egy vasúti lámpa. Szerintem Ponyik Janinál láttam hasonlót. Azért mondom, hogy meg ilyen vasúti lámpákat gyűjt. Aha. A Ponyik Tóth Jani Szentvesről, de hát, hogy ismered. Igen. És ezek itt, ezek a kör alakúk, ezek? Ezek a fényvet, az egy 400-os fényvető. De ezek ilyen ipari lefék? Igen. Ilyen fénytornyokon. Van ebből, létezik ezres is. Aztán.
meg néhány újságcikk így, valahol. Igen. Mindegyiket nem tudom fölvenni, maximum majd fényképezek, de azt majd a videó után. Uh-huh. Itt van egy dohányzó hely, meg egy mávos kocsiból való hamutartó. Ja, és itt van egy, na ez egy benyúlsz kinyúlsz, ilyen szerint nekünk is van a garázsba. No. Ez a fajta kapcsolószekrény, hát el nem van elkötve azért a napelemnek a, aha, no, a azért betápja. Ugye előtte hosszú hátnak a neon felirata van. Ó, tényleg ez az a régi mávos azért tényleg ezek a betűk. Igen. Csak ugye már neon nincs rajta, de ezek ezek a világító betűk voltak. Igen, fel lesz majd újítva, megpróbálok majd szerezni hozzá különböző betűket és ezért, is. És neon akarod felújítani, vagy leddel? Vagy az eredeti állapotában, neonnal? Igen, igyekszem az eredeti állapotára. Elvileg már szerzik a betűket hozzá. Trafó is lesz, és akkor majd szépen fel lesz újítva, le lesz festve. Ha jól tudom, a eleje, ahol a neoncsövek voltak, az fehér színű volt. Igen, ezért belül meg zöld. Belül meg zöld, igen. Igen, most az alföldi kerti gazdasági vasutaknál van ilyen működő azért a Mudany állomáson, amikor lebontották, akkor azt megszedezték, és az hát 10 évvel ezelőtt még működött, azt láttam működni. Ez is tőlük van egyébként. És ilyen kilovoltos államforrás kell hozzá, de működik. Igen. Mávos lámpa, az a fénycsöves. Ja, majd azt is megnézzük. Hú, meg ugye ott van egy ilyen kosmának a neonbezér. Igen. De ez ilyen gyerekkor, mert a legtöbb lakótelepen ilyen asztalok voltak, hogy vagy dáma, vagy sat volt rajta, és ugye ezek a padok. Igen. Ilyeneket vasútállomásokon is látni. Igen, igen. Ilyen kihetlen, ezért a mellékvonali állomásokon mindig ilyen pad volt, csak a legtöbb már ellopták a fát, mert az alakinek már a kájhelyában volt élet, és akkor csak a beton maradt meg. Igen. Tehát minden lakótelepi játszótéren volt egy ilyen asztal, meg egy beton pingpong asztal. Igen, az is. Hát meg ezek a szürke szekrények is olyan ismerősök, mert igen, ilyenek voltak minden. De ez ott, ahol nem légvezeték volt, hanem ezért a földkábel, oda pakoltak ilyeneket ki? Így van, ugye NKI biztosító hajzatok vannak benne. Belülről megnézhetünk egy ilyet? Persze, ezt. Jó, hogy ez mind a két oldal ki lehet nyitni? Igen, igen. Igazából az eredetibe ez van, ugye az NKI ajzatok a három fázisra, vagy 5-3 körös szekrénynek szokták. De hogy 5 vezeték van, abból 3 a fázis, 1 a nulla és 1 a föld? Úgy van, hogy 1 fázis, 2 fázis, 3 fázis, 5 leágazással mind a 3 fázis, a nullát meg azt hiszem annak meg hátul van a sine. Uh-huh. Mert amikor a légvezetéken látsz azért, hogy 6 vezetéket, az azt jelenti, hogy 3 fázis és 3 nulla. Légvezetéken? Hát az úgy van, hogy 3 fázis, 1 nulla, és valahol 2 közvilágítási szál van. Ja, aha, tehát azért, mert ilyen sok ilyen, igen. Azért anyavilágban lehet, hogy ott látod, hogy csak 2 vezeték van a pózon, akkor az igen, egyik a fázis, másik a nulla. Így van, tehát ott meg egy fázisú rendszer van, igen, igen. És ez a másik, ez ugyanolyan, csak más alakú? Ez már egy... De ugyanaz tud. Ja. Ugyanaz volt a szereped, csak ez már átalakított, itt viszont ezt tudom kinyitni neked. Már... Akkor azt nézzük meg, majd ez majd, már majd saját elképzelésem alapján. Hoppá, és de ezek a hagyobányos 220-as konnektorok. Igen, igen. Meg olvadó biztosíték. Olvadó biztosíték ugye a dugaljaknak, illetve a 3 kis kandelláber is. Az még szabványos, azt még engedik beépíteni az olvadó biztosítékot, vagy az már egy elavult technika? Van még sok helyen azért. Nyilván már most sok helyen a kis megszakítót részesítik, de... Hát újabban már csak azt szedelik föl, mert hogy az, hogyha ezért levágja valami, akkor elég csak visszakapcsolni. Igen, igen. Meg azt nem lehet megpatkolni, mint ezeket. Igen. Mindjárt jön a vonat. Vagy elmegyünk arra is, csak még van itt még nézni való, hát mondjuk ez a medence, ez nem ezért róla, csak így van. Igen. Viszont ez a két ezért kútfej. Igen. Érdekes. Az egyik fixen áfort kút volt, azon rajta is maradt a felirat, de valószínű, hogy ez is az lehetett. És ebben valahol be lehet állítani, hogy pörgesse azért a forint per liter árfolyam, hogy változik. Igen, igen, valahol be lehet neki állítani, meg annyira nem mélyültem bele, nem szedtem nagyon széjjel. Ja, nincs el rajta cső, de akkor most... Az egyik az 72-es. Akkor most azért kiáll felsztappen a boxba és meg kell tankolni, akkor vagyok akár, és akkor gyors 10 másodperc alatt kevésen a tankolás mehetsz. Igen. De nincs el rajta cső, úgyhogy ez nem működik. Jó, sikerült visszatenni.
Igen, a másikon még megvan a tömlő is. Ez meg egy tűz, ja, ez tűzcsap, igen. Ez... Hú, mert még ezért ilyen, ilyen világító testek is voltak sok helyen, el is emlékszem. Ja, ezek meg ezért, ez villanyvezeték? Igen, kereszttartók az oszlop tetején. De ezek ilyen 20 kV-os vezetékek? Nem, ez kis feszültség, ez 400 volton. Itt van a három fázis, egy nulla, meg a közvillcsap. Ez mind hosszú hátról érkezett, meg az a lámpakupac is. Hosszú háti. Ezek a kandelábelek is, rengeteg ilyen volt nálunk is a városban. Igen, ez, ez a fajta, és az ilyeneket cserélték le erre, egy időben. Igen, igen, az elképzelhető. Igen, ezekre még emlékszem, hogy akkor most sok ilyet láttam mindenhol. Szinte végig a sétáló utcán ilyenek voltak, és aztán cserélték le ilyen fajtákra, ez egy kicsit azért... Igen, kompakt csövekre, igen. Ez nem nézett ki, mert ezek jobban néztek ki ezek. Persze. A nekek, mert az utcaképnek jobb volt, de igen, valószínűleg igen. Ez kevesebbet evett, és azért cserélték le. Így van. Olyan, ott egy mókus kikerék. Na, az viszont ugyanilyen állapotban volt minden játszó tényleg, mint ahol ott van, hogy egy-két deszka hiányzott róla, tehát nem igazán tudtuk rajta játszani, mert na most próbáld meg. És egyébként minden játszott ilyen, ugyanúgy nézett ki a mókuskerék, mert ezzel így el lehetett szórakozni, csak amikor már több deszka hiányzott belőle, meg korhat volt, akkor már nem, senki nem lehet rá felülni. Igen, akkor egy kicsit már. Mert ízébe belevetsentél, akkor beleszorult oda a lábad, ezt tudom, én is jártam már így. És ez még működik is? Hát az sem működik, még nincs letelepítve, de majd. De ezt egy üzemképessé fogod tenni, vagy az mi a terv? Hát legalább annyira, hogy a világítás menjen, meg nem tudom, mondták már, hogy csinálják szökőkutat. Hát vagy, hogyha feltöltöd vízzel, azzal nem működne? Sőt, sokan mondták, hogy sörcsapulást. Egyébként az ötlet nem rossz. Szóval ezt is megkaptam már, hogy csináljuk belőle. De hát nem, mert a folyadék, ez amúgy működik, hogy nyomod a pumpát, akkor engedi. Igen, de hát most, hogyha nem benzint, hanem vizet töltesz bele, azzal is bedd. Azzal is bedd. A medencét fel tudod vele tölteni. Igen. Akár még tudtok rönni a seggest is. Hát nem lenne ilyen melegebb, mint most a belőleg. De igen, ott van a mókus keréke. Igen. Hát meg ez meg az a szigetelő azért, ez viszont már nagy fesz, nem a függőszigetelő. Ez 100 kiló volt, felett vannak ilyen függőszigetelők. Hát ez már csak, a nagy azért rácsos oszlop. Ebből csak egy ekkora tagot kaptam, de egyébként ez ilyen jó méter hosszú is, nagyon nehéz ez a négy darab is. Hát most azért 400 meg a 750 kilovoltos vezetékeken, az jóval nagyobbak is vannak. Így van, igen. Azt hiszem Magyarországon 750 kilovoltnál nincs meg magasabb vezeték, így abból van, is csak egy van. De az is már csak 400 kilovolt elvileg. Hát most úgy tudom, hogy Szabolcs-Bálkáig jön be már csak 750 kilovolton, mert korábban Albert Irsán volt a váltás. Így van. Az meg ott egy sorompó? Ivasóti? Igen, egy csapórúd. De ez egy félsorompó, nem a színveni hátjárókhoz. Igen. Na majd megnézzük mindjárt azt is, mert látom, hogy van egy fénysorompód, meg egy üzemelő fénysorompód, meg egy félsorompód, úgyhogy azt meg azt megnézzük. Hát az meg a falusi energiaital, a kútból. Igen. Működik? Nem még, majd ők is belesznek majd kötve, majd meg... Én még tudtam belőle inni egyedül. Még az a generáció vagyok, aki még tudott. Igen, hát igen, ezt meg jó, meg is... Valamelyik ilyen kisebb faluban, Bástiskó megyében van is egy ilyen szobor, amelyik ezt ábrázolja, hogy ja, nézik belőle, hogy így gyomja le lábbal és ráfekszik, nem tudom már hitelem, hogy melyikben van, de... Ez meg egy sima konténergadás. Igen. Igazából ez a szóló helyiségem most. Ja. Nagy feszültség, életveszélyes, nem is... Nem tudom, a gombalámpa az mennyire ismerős. Ja. Ez is... Az általános iskolánkban ilyen volt. Az udvaron. Ugyanez és a földkábellel működött ez is. Igen. Van egy pottyantó. A pottyantós, de ott is van egy szigetelő. Igen, abban is. Be van vezetve, a retyóban is az áram. Ja, nem, azt mondom, hogy ide oldalra egy konnektort, hogyha azért elmerülsz a Facebookban, ne merüljön le a telefon. Igen. De még a lámpa kapcsoló is van benne. Na itt van még egy K4-es szekrény. Igen. Majd ő is fel lesz majd újítva. Ó, ez meg egy azért, hogy a május telefonfülke, igen. Még a telefon is. Működik? Nem még, majd szintén majd akarok hozzá egy telefon központot. Hát játszod, ezt megnézzük. Csak meg megnézzük. Igen, az csak ennyire nyílik. Van olyan is benne. Elnézést, tudom, hogy jobb adó, de 25 centet különben mondtam, ahol alatt mondtam. Elbeszélgetésre kérik Mr. Csádi Filpót. Ez a kártyás telefon. Kártyás, így van. Nem mondtam mindig azt, hogy az zöld gombbal fel lehet tölteni a kártyát, de az nem arra való volt. Igen, ez a kártyás telefon.
Igen, a világítás szintén van benne. Világítás. A hagyományos izzó. Igen, az működik is. Ezekre emlékszem, mert ilyen dupla fülkék voltak nálunk. Mm-hmm. Hogy az egyik oda volt a pénzes, a kék színű. Aha. Másik oldalt meg ez ilyen fajta kártyás. Aha. És a S-sorompó lesz, vagy SR? Hogy a vonal fogja kezelni, vagy pedig ezért, vagy pedig baktert is kell a kertébe sukálni. Egyébként a vonat fogja kezelni, de majd lesz egy kis őrház ott a macskakő kupac helyén, és akkor majd oda lesz beépítve majd a vezérlés neki. És ez a villanyvezeték, ez be van kötve valahol? Ez működik természetesen. Hát ez sima utcai légvezeték. Igen. Meg ezek a betonpózlák, hát ilyen. Így van. Ez a hagyományos. Pontosan. De ez a betű alakú, ez egy papózla, és ez is sok helyen igen, van. Igen, a bakoszlop. Ezek általában az utca elején vannak. Hát az valami igen. Hát ugye végfeszítés, meg leágazás, soknál van ilyen bakoszlop. Felállítva amúgy piros már a lámpa is, hoppá. Csukódik a sorban. Na most film ezt a nagy lázsalunkból. Most ezt hogy oldott ennek? Van egy időzítő? Van egy időzítő, igen, egy ilyen 5-10 perc, ahogy váltogat magának. És akkor most mindjárt érkezik a vonat. Sorompó fel, átvált fehérre. Igen. Pip-pip. És ez még a régi izzós. Igen. Annak a vízbelszekrénye megvan a sorompónak? Nincs. Hát a izzókat a termoblinker. Igen. Itt eredetileg is az van nekem, tehát az villogtatja. És ráadásul több vágányú vasúti átjáró. Így van. Mert ugye a dupla hantás keresztül szóval azt jelenti, hogy legalább két vágány így van. Így van, igen. Most megvárjuk még átvált fehérre, mert tilos jelzésen nem megyünk át. Ja, ez szintén a... Retro játszótér. Jó, hát ilyen csúszdából is azért rengeteg volt játszóteleken. Igen. Ez már műanyag, vagy még fém? Ez még a műanyag. Vagy ez már a műanyag. Ez már a műanyag, mert... üvegszálas, igen. Szintén ezért gyerekkor, még óvodásban, amikor fémcsúszda volt, és amikor ilyen meleg volt, mint most. Lecsúsztál rajta, mire leértél oda, már másodfokú égési sérülésed volt a sengeden. Igen. Ja, ez meg a saktáblás. Így van. Előre is van egy amúgy. Jó, hát vagy dáma játék, vagy sakk volt az ilyen osztopokon. És ez már hagyományos, ez a tipikus vasúti megállóhely, ahol már ellopták a fa részét a padnak. Igen. Jó, bezárt a állomásos padmű. Ezért a nagy gömb. Igen, ott mindig fölmásztam a tetejére. Igen, emlékszem ez. Dani. Nem mert felmászni. Nem, a legközelebb játszótérletén, ami nálunk volt, vidéken, ott volt egy ilyen, és mindig a tetején voltam. Meg ugyanilyen mászóka szintén, meg volt a ízél vasláncos hinta. Jaj, azt nagyon akarnék én is szerezni. Meg a homokozó. Azért, ugyanilyen traktor külső kerékben volt a homokozó. Igen. Mennyit játszottunk benne, pedig az összes kóban macska WC-nek használta. De az immunrendszerünket az edzette meg. Ja, az biztos. Nem mersz fölmászni, fogd meg a sorom, mi? Hát biztos, hogy most is fog sikerülni. Rá ne papucsba. Hát amikor még 3 éves voltam, kicsit könnyebben mentem. Akkor még nem voltál vágós ujjban, mi? Hát igen, akkor viszont attól féltem, mindig, hogy kiesik itt középen. Most ettől már nem kell. Igen. Hm? Jobb idő van fönn, mint lent? Hát nem, mert ez forró. Elég bírom megfogni. Ja, akkor már sülnek a tojások, meg a kolbász is, mi? Nem a felmászás a probléma itt se, hanem majd vagy az ereszkedést éreztek gondok. Ugorj le! Ha innen már az lesz. Nem így. Meg innen meg már le lehet ugorni. Mászókán mászál keresztbe. Ez sima ügy egyébként. Ez sima ügy. Csak aztán nem tudom megfogni. Hát ezen itt mászkáltunk végre, pászol-e is estek róla. Ja, hát igen, előfordult. És most akkor jár a taps. Hát még nincs, igen. Na, nézze meg. Jó, hát akkor most már ismét átmehetünk. Szabad jelzésünk van, elbent a vonat. Igen.
Igen, mert bele is lehetett mászni, igen, egyébként. Igen, a belsejébe mi is játszunk. Igen, azért a rakétamászókát, azt kell mondani. Az is ilyen volt, hogy csak annak meg azért a tetején az volt a rakéta része, az volt ilyen meleg fém. És igen. Arra is mindig fölmászunk, de hát az meg szintén. Hát, az volt a menő, hát, aki hát arra feltörölt mászni. Hát de az nagyon forró volt ilyen, ilyen melegben, mint most. Az biztos. És ezt eleve így szerezted, vagy ezt már ezért itt lett ráfestve? Így, vagyis itt lett ráfestve a titász felirat, igen. Még egy betón világláda is van, hát abban is. Azért voltak, a főtéren voltak főleg ilyenek. Igen, igen. Javarészt. És akkor a fénysadompó, hát az a... Ez a hagyományos. Ilyen ebből rengeteg működik még a vávnál aktívan is. Az biztos. Igen. Ugye, folyamatosan cserélik le ledesekre, de azért még van. Igen. Ráadásul abból ő a régebbi, az 75 előtti, ez meg már utáni. Mert ugye ennek a fehér, a villogó fehérnél, ennek hajlított a fényterelője. Ja, annak meg a szögletes, mert az valamikor előtte zöld volt, a négyzet alakú. Ja, még azt lehet meg is nézzük, hát még látszik is rajta, hogy ez hogy volt. Látszik, hogy be van. Fordítva. Igen, itt látszik, mert nem, a legelső fénysodomboknál még új volt, hogy akkor még a szabad, hát értve a szabadjelzés az nincsen vasúton, de akkor az még az volt, hogy a folyamatosan világító zöld volt, és azért cserélték el a villogó fehérre, hogy nem legyen megtévesztő. Én tudok, hogy van egy film, a Kenguru 1972-73-ban, abban látszik egy pillanatra. Amikor az illel megáll az átjárva előtt, és a másik autó éppen, hogy átmegy a vonat előtt, és a gőzös előtt éppen átmegy, akkor a vezér azt agyázik egy addig, mert akkor mutatják, hogy most már mehetsz, mert most már teli zöld van. Igen. Az egy, hát az nem egy vasúti szelvénykő, de hasonló. Nem, az egy kábelkő. A földkábelt jelzi. Igen, a magyar postakábelnek a jelzőköve, amit az egyik videóban kommenteltem is, hogy ez egy kábeljelzőkő. Ja, az lehet, vonalbejárásom volt el. Igen, mert ilyeneket szokták megjelölni azt, hogy itt óvatosan azért földmunkákkal, mert van. És aztán a világvezetékeknél még egy sor téglát is tesztek rá, hogy biztosan ne vágják el, és így is elszokták. Ja. A kisvasútból még csak annyi, az a kicsi, még csak az a kicsi van, uh-huh. Igen. De hogy a kisvasút nyomvonal az... Az majd az itt lesz. Fog jönni, itt, igen. És akkor itt jön majd végig. Itt lesz majd egy kitérő. És akkor majd így körbe megy, de hogyha sikerül a kerteket is bővíteni, akkor nyilván nagyobb kört fog majd megtenni. Aztán majd csinálni akarok ugye hosszú hát megálló világítós. Ja, hogy az lesz az egyik megálló. Igen, egyik megálló lesz, meg lesz csinálva, és akkor ott a, amit hosszú hátról is szereztem oszlopokat, meg lámpákat, az meg majd oda lesznek telepítve. És milyen nyomtávú lesz a kis vonat? 184 mm. Tehát kelti vasút, mint a Füstibe, meg a... Meg van Katalin pusztán még egy kelti vasút, ott is voltam 5 éve, arról is van videó, meg most Becsköndiség is voltak. Megint piros. Hoppá, igen, na akkor megint vonat jön, most váltott át. Igen, tehát... De hagyományos, most a motor leengedi a nyomtót. Ja, még annyiért, vagy csak én nem látom, hogy nem villog, vagy tényleg vagy a pétérhez. Ja, nincsen bekötve, igen, mert... A menet közben az kiment. Mert itt is szokott villogni egy vasúti átkelőbe. Igen. Sőt, ugye világít hátul a sárga is. Majd oda, túloldalra is akarok szerezni majd egyet, hogy akkor legyen komplett, sőt, a betonkorlátok, ami az átjáróba is vannak, tudod itt. Az átjáró előtt azok a nagy betonkorlátok, azokat is akarok majd szerezni. Igen. Ugye ezek már nagyjából össze vannak csövezve, még innen kell átcsöveznem a másikba. Ja. És akkor a villanyt hátra vinni, meg ezeket a lámpasort is be akarom majd még kötni. Akkor azok a nagyok viszont azok már működőképesek. Így van. Alkony kapcsoló kapcsolgatja, és ad ki vezérlést, és akkor a lámpákat külön egyesével tudom kapcsolni. Telefonfülke az mindig világít este, ahogy kapcsol az alkony kapcsoló. Ja, ugyanaz az áramkörre van elkötve. Igen. Van bent a termoblinker is egyébként. Mindjárt valahogy hogy támasztok, hogy... Belesek valahogy, egy a szekrélyben nem gyúlom bele. És akkor nem lesz megrázó élmény. Ott van a termoblinker, ott. Ott áll, no? Az a szürke színű kis dobozka. A trafó mellett. Ja, tehát a termoblinker ez villogtatja a fénysodompót. Igen. Tudom mennyire látszik. Most igyekszem úgy, hogy ne érjek hozzá semmihez, és akkor nem ráznak az áram, de itt van.
Még sziklázik is néha. Igen, hát ott látszik a szikla is. Igen. Max, beállítja a sérúdat. Hát most azt a rövidet, ami nekem van, azon sokat nem tud csinálni. Igen, az majd mezélő szekrény lesz. Ez meg majd megy a őrházba majd. Igazából a vasútnak az egész vezérlés az majd ebbe a szekrénybe kerül át, csak majd ugye majd az őrházat is meg akarom építeni. Az épülőkelti vasút, itt van a csínanyag. És ez egy bojler? Igen. Mind a kettő az. Még ezeknek a talpát kell majd lekezeljem. De ezért rozsdás, ez nem hajdú, ez valami. Ez nem hajdú, hanem ez a olasz gyártmányú. Uh-huh. A másik az viszont hajdú. Ez hajdú? Igen. Szerintem ezeknek is csókolomot közelítem, nem tudom. Hát ez full rozsda. Bár a hajdú az örök, azt tudjuk. Az örök is akkor. És akkor így odaépül majd a vasútállomás. Annak van a helye ki. Tűzdelve két vágánnyal fog megindulni. És itt van a... Itt ugye össze... Hogy mondják szakmai nyelven, a két vágány itt össze tud majd... Hát itt lesz egy váltó, igen. Hogy itt... itt majd lehet, hát ez egy kitérő itt lesz, igen. És akkor igen, így van. Akkor a Sonder kupasznát megint összemegy, akkor már egy vágányos lesz, és úgy megy le hátra. És akkor egy ilyen hudokban valahogy visszajön. Igen. Ide. Szerintem ilyet még nem sokan láttunk én se. Hát most se fogok szerintem be... Fúl se tél, de így néz ki egy tűzcsap belülről. Ezekben vannak kötve ezek a régi kút búlok. Nincsenek jaj, még. Jaj, nem is szedjük szét. Ja. Nincsenek még. De jók ezek az ilyen kék kutak. Igen. Majd ők is fel lesznek újítva azt akkor. Ott egy cefrés holdó van sok azért kandelám között. Tényleg, igen. Ez mind elfogyott így azért a múzeum építés közben. Minden évben szervezek lámpagyűjtők találkozóját, és akkor majd eljöttetek. Ja. És akkor ez volt a Titász Múzeum, most már irány vissza az állomásra. Ugye, neked köszönjük a vendéglátást, hát, az idegenvezetést. Örültem, hogy itt voltatok, széttéztetek. Nagyon érdekes volt itt a múzeumban széttézni. Majd jó, elkészül a kisvasút, akkor ismét. Ja, akkor ismét jönni kell. Ja. Köszönjük a lehetőséget. Ja. Hello, szia. És még ott is van lámpa a fán. Igen. Fán? Hol? Ott. Tényleg ott is van egy lámpa. Ezt eddig észre sem vettem, de tényleg ott is van. Sem, csak most nézem ott egy között, mondom, az holom. Szépen visszabatyogunk a vasútállomásra, és előbb-utóbb jönni fog egy vonat. Úgyhogy megyünk haza. Úgyhogy akkor ennyi lett volna ez a videó. Sziasztok.